Ez a Hír 18, a Jászság híradója 18 településről 18 órakor. Bejárás, játszótér felújítás és ivóvízhálózat csereigény. A tisztelettel köszöntök mindenkit! Búcsú, elhunyt Török Sándor, Jászfényszaru és Jászapáti egykori polgármestere. Országos szúnyoginvázió, Jászberény bel- és külterületén is nagy erőkkel folyik a vérszívók írtása. Köszöntöm nézőinket, ez a Hír 18, 18 szereplésről 18 órától. A Szent István körúti játszótér felújítása és a Szent István körút ivóvíz hálózatának cseréje a 8. számú választókörzet lakóinak legégetőbb problémája. Hamarosan mindkettő megvalósul, a június 19-i körzetbejáráson ezek részleteiről tájékoztatta az érintetteket Baranyi László a körzet képviselője, Jászberény város polgármestere és a város vezetői szervek munkatársai. A tisztelettel köszöntök mindenkit! Baranyi László a 8. számú választókörzet képviselője köszöntötte a bejárásra összegyűlteket a Szent István körúti játszótér mellett. Nem véletlenül volt itt a találkozási pont, évek óta visszatérő probléma a Szent István körúti játszótér állapota. Korhat, földbe süllyedt faelemekkel körbekerített részen homokoznak a gyermekek, a lépegető játék eszköz sem mai már, és az uniós előírásoknak sem felel meg minden esetben a játszópark. Ezt a játszóvárat az előbb említett okok miatt lebontották, az idei évi 6 millió forintos körzeti keretből helyére új elemek kerülnek. Vár lenne építve. Tóth Endre, a JVV ZRT kommunális vezetője mutatta meg a körzet látogatóinak, milyen mászóvár kerül beszerzésre a régi helyett. Az a hinta az már elég rossz állapotban van, ahelyett lenne egy ilyen kettős hinta, ugye, amelyikben van egy fészek hinta, illetve egy ilyen laphinta, illetve egy beülős hinta. Emellett újabb mérleghintával, rugós játékkal, babaházzal és modern homokozóval bővül a játszótér, míg az úgynevezett lépegető helyére pedig három piruett kerül a jövőben. Igény merült fel kültéri fitnesseszközök beszerzésére is, hamarosan ezek is helyükre kerülhetnek. A játszóteret körülvevő kerítés állapota is kifogásolható, arra viszont kevés az esély, hogy a rendelkezésre álló keretből azt is renoválják. A körzet másik nagy problémája a Szent István körúti ivóvízhálózat, meg nem valósul cseréje. Ez a terv, ez alapvetően a funkcióját tekintve a kerékpár út létesítésének volt a terve. Dr. Szabó Tamás polgármester elmondta, a tervek szerint a kerékpárút kiépítésével egyidejűleg valósult volna meg a körülbelül 500 méter hosszúságú csatorna fővezeték fejlesztése is. Főként forráshiány miatt azonban mindez még váratott magára. Azt látjuk most, és ezen dolgoznak egyébként a tervkészítői, hogy az első szakaszt körülbelül az 500 méterből egy olyan 200 métert, azt most már el lehet kezdeni és építeni úgy, hogy a fákhoz nem gyúlunk hozzá, és végig jön, ez lényegében a Réth utcai saroktól kezdődően 200 méter. Hamarosan tehát elkezdődik a rövidebb szakasz kiépítése. A fennmaradó 300 méteren a társasházak tulajdonosaival kell megegyezni, a fák megmaradásának céljából tájékoztatta a lakosokat a városfő. Ha a fákat kikerüljük, akkor egyből beleütközünk a társasházak kerítésébe, beleütközünk egyéb közművekbe, de nyilván az kezelhető, és beleütközünk abba, hogy a terület egy része már a társasházak tulajdona. Tehát ez csak bonyolultabb egy kicsit, de nem megoldhatatlan. A társasházakkal együtt kell működni. A társasházaktól valamiféle jogosítványt kell szereznünk arra, hogy azon a nyomvonalon, a kerítésen belül mehessen a fővezeték. És hogyha ezeket a lépéseket, tárgyalásokat, egyeztetéseket lefolytattuk, akkor a maradék 300 méter is kiépíthető. A delegáció helyszínre sétálva elemezte az elkészült tervrajzokat, ahol a gyakorlatban is megtekintették annak az egyetlen kérdéses fának a sorsát, amely nehézségeket okozhat a felújítás során. Konkrétan ez a fa, ami nem amiatt, hogy itt nem tud elmenni a vezeték, hanem amiatt, hogy itt van egy leágazás és átlépés a túloldalra, tehát valahol. Nyilván ezt részét meg kell nézni, hogy mit tudunk ezzel kezdeni, mert ennek nem csak leágazása van, hanem ott a túloldalon fogadása is, tehát nyilván azt a kettőnek össze kell találkozni valamilyen módon. A körzet lakói elindultak a lakossági fórum helyszínére,
Útközben a Móra Ferenc utcai kereszteződésnél megálltak, a tervek szerint egyelőre eddig valósulna meg az előbbiekben említett fejlesztés. Itt a térkép szerint, vagy a rajz szerint az információ, hogy ebben a nyomvonalban tele van minden egyéb jellegű infrastruktúrával, közművel. Ez az oka annak, hogy a tervek egyelőre csak az első 500 méterre vonatkoznak, de a közeljövőben megoldás születik az érintett útszakasz további részeinek felújítására is. Az első 200 méteren történő munkálatok július közepéig biztosan elkezdődnek, hangzott el a körzetbejáráson. Fillér utca, Vezető utca, csapadékvíz elvezetése nincs megoldva. Évek óta visszatérő probléma, szinte minden lakossági fórumon szóba kerül. Ugye múlt évben is foglalkoztunk, a Szatmár-Ölekótelepen nem valósult meg a buszközlekedés. Képviselői kötelességének elegettéve Baranyi László felsorolta a bejárás követő fórumon mindazon hiányosságokat, melyeket a maga is a lakók észrevételei alapján tolmácsolt. Ezeket az önkormányzat munkatársa jegyzőkönyvbe vette, a körzet lakói mielőbbi választ, megoldást várnak a felmerülő problémákra. Csütörtökön délelőtt szentmisével búcsúztatták Jász Fényszaru és Jászapáti egykori városvezetőjét, Török Sándort, aki sokak számára volt ikonikus, követendő figura, mert mindenkor az emberségre nevelte a környezetében élőket. Az Atyaisten oltalmában ajánljuk Sándor testvérünket, aki megteremtette őt, aki akart, hogy földi életet kapjon, és most magához szólította. Nemrégiben hunyt el Török Sándor, Jászapáti díszpolgára. Korábban volt országgyűlési képviselő, Jász Fényszaru, majd nyugdíjba vonulásáig Jászapáti város vezetője. A család, a polgármestertársak és a tisztelők gyűltek össze a Jászapáti Kisboldogasszony templomban, hogy végső búcsút vegyenek az egykori tiszteletre méltó vezetőtől. Sokszor nem is az anyagiakért teszünk, hogy fáradozunk a közösségért, hanem bennünk van egy jó akarat, egy jó szándék, hogy mi jót akarunk, nem csak egy kisebb közösségnek, a családnak, hanem egy nagyobb közösségnek is. És dolgozunk nem a magunknak elsősorban az előmeneteléért, hanem hogy boldoguljon az a közösség. Őt többször választották polgármesterré, bizonyára azért, mert értelmes volt, mert barátságos volt, jó akaratú volt, és tudott a közösségért dolgozni. A Jász Iványi származású egykori tanácselnök pont a felsorolt tulajdonságainak köszönhette, hogy nagy köztiszteletnek örvendett. Ezt erősítette meg Pócs János országgyűlési képviselő is, aki a mise egy pontján személyes élményeivel kiegészítve méltatta Török Sándor munkásságát és emberi méltóságát. Micsoda emberi nagyság, hogy a hatalom székéből őt nem leváltották, hanem önként fel tudott állni, és az utódait azzal segítette, hogy nem folyt bele az őt követők döntéseiben. Micsoda emberi nagyság, hogy több évtizedes előjárói múlttal rendelkezett, mégis szerényebben élt, mint az átlagember. Jász Fényszaru is gyászol, az egykori településvezető jelentősen itt hagyta a kezenyomát, szilárd burkolatú utak, vezetékes víz, kalapgyár és sportlétesítmények építésével. Nekem egy ikon, aki teljesen egyformán látta az embereket, se rendre, se nemre, se felelkezetre tekintett nélkül, ő egyszerűen szerette az embereket. Az imént az özvegyének mondtam, hogy két tanítót tudott a település szeretni bennük, őt, aki magyar tanár volt, és a férjét, Sanyi bácsi tanácselnök urat, aki az emberséget tanította nekünk. Jászapátin is oroszlán része volt a helység fejlesztésében és annak várossá nyilvánításának folyamatában, áldozatkész tevékenységével beírta magát a város történetébe. Egy ember közeli a feladatát nagyon komolyan vevő és a feladataiért és az emberekért harcoló városvezetőről van szó. Nagy tisztelet övezte minden területen, úgy a munkatársai körében, a családja körében, és azt tudom mondani, hogy például lehet állítani minden olyan ember elé, aki a közért dolgozik. Török Sándor polgármesterről, Jászapáti díszpolgáráról megemlékeztek a város képviselő testületének csütörtök délután tartott soros ülésén is. A tiszteletadást követően pedig az ülés nagy részében városüzemeltetési, fejlesztési kérdésekről folyt a megbeszélés,
valamint elfogadták a városi óvoda tevékenységéről szóló beszámolót, és áttekintették a helyi ivóvíz szolgáltatásról szóló tájékoztatót is. Mielőtt megkezdenénk képviselőtestületi ülésünket, kérem egy perces néma felállással adózunk a mai napon búcsúztatott Jászapáti város volt polgármester emléke előtt, Török Sándor úr emléke előtt. Egy perces néma tiszteletadással adóztak a város egykori polgármestere, Jászapáti díszpolgára, Török Sándor emlékének a városi képviselőtestület soros ülésének kezdetén csütörtök délután. A főhajtást követően az ülés legnagyobb részében Jászapáti város üzemeltetési kérdéseinek napi aktualitásait beszélték meg az önkormányzat képviselői. Szúnyogírtás. Mi a helyzet városban szúnyogírtással? Ugyanis olyan információk vannak, hogy már talán a legkisebb településen is történik szúnyogírtás. Lásd Jászszentanás környezetünkben, és lehet rá számítani. A számos felvetett téma között szerepelt például a szúnyogírtás kérdése is. A polgármester elmondta, hogy már a héten várható az elszaporodott szúnyogok gyérítése a településen. Ma érkezett meg a végleges ajánlat, és holnap este, tehát értesítenünk kell a méhészeket és a lakosságot. Egyébként Jászapátin méhzárlat van jelenleg, de attól függetlenül értesítenünk kell a méhészeket. Holnap este kezdik egy melegköd képző eljárással, ami földfelszínről fog üzemelni. Ugyanakkor kérdés érkezett a polgármesterhez a helyi termálvíz hasznosításával kapcsolatos fejlesztések kapcsán végzett mélyépítési munkák okozta kellemetlenségekről, az útátvágásokról, illetve a vezetékek elhelyezéséről. A Bunyadi utca átvágásánál, hogy ott az veszélyes volt, azt gondoltam, hogy azért ez nem fog még egy hónapig elhúzódni, és azóta továbbra romlott már a mossa lefelé az eső, és egyre halad beljebb ez az átvágás. Úgyhogy ha ilyen hosszú ideig tart, akkor azt vissza kellett volna, én úgy gondolom, tölteni legalább ideiglenesen addig, amíg ez a veszély ott felne már pont kereszteződésben nagyon veszélyes. A városi fejlesztések kapcsán számos egyéb a komfortérzetet befolyásoló kellemetlenséget is felvetettek a képviselők, amelyekre a polgármester adta meg a választ. Ha valamit építünk előtte, ugye bontanunk kell, majd amikor megépítettük például a termálvíz csővezeték rendszert, akkor utána következhet annak a helyreállítása. Vannak közben olyan technológiai szakaszok, amik elkerülhetetlenek, tehát nyomást próbázni kell, hegeszteni kell a csöveket, és majd ezt követően lehet a munkagödröket eltüntetni. A piackapu átadásával, a helyi parkolással, valamint a rendezetlen, lakatlan ingatlanok helyzetével kapcsolatban érkező felvetésekről elmondta, hogy a Városgazdaságfejlesztő Társasága, a hatósági osztály, illetve a közterületfelügyelők egyaránt elvégzik feladatukat. Amennyiben problémát észlelnek, felszólítják az érintetteket, és ha kell, akár a bírságolás lehetőségével is élnek. Köszönöm szépen, 8 igen szavazattal elfogadta a napi rendi pontunkat. A képviselőtestület vita nélkül fogadta el a város önálló óvodai intézményének beszámolóját, illetve a Tiszamenti regionális vízművek városban végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót is. Utóbbival kapcsolatban Jászapáti polgármestere elmondta, a szolgáltatóval közösen keresik azt a technológiai megoldást, amellyel kiküszöbölhetővé válik a nyári időszakban esetenként jelentkező időleges vízhiány. 40 éves a Fejér Mária népi díszítő művészeti szakkör. Jubileumi kiállítás és Vasné Sas Katalin népi iparművész életműtárlatának ünnepélyes megnyitója. Hamarosan mutatjuk a részleteket, előtte egy másik hír. A katasztrófa védelem is megerősítette, szúnyog invázió van. Ennek három oka van. A folyóinkon levonult árhullám, a rengeteg májusban leesett eső és a hirtelen jött forróság. Ez utóbbi ellehetetlenítette a nagy erejű országos légiírtást, éjjel pedig a repülési szabályok nem engedélyezik a munkavégzést. Június 20-ától a Belügyminisztérium is plusz forrás biztosít a vérszívók gyérítése érdekében, felső korlát nélkül, amely a köz érdekében milliárdos tételt is jelenthet. Jászberény város önkormányzata és a JVV ZRT munkatársa is nagy erőkkel dolgoznak a rovarok írtásán. Bizonyára mindenki számára ismerős ez a bosszantó hang. Jászberényben is lényegesen megnőtt az elmúlt hetekben a szúnyogok száma, a lakosokon pedig a csípések nyomai. Sajnálok mindenkit, akit szeretnek a szúnyogok, mert nyilván van egy ilyen kategória, de azt hiszem most már, akit nem szeretnek, azt is rendesen csípik.
Tehát ez nyilván kisgyerekeknek, de arra érzékeny felnőtteknek is egy komoly probléma. Megpróbálunk mindent, minden eszközt mozgósítani. Az önkormányzat megbízásából a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felel a szúnyogdérítésért az országos írtáson túl. Horgosi Zsolt vezérigazgatót kérdeztük, milyen módszerekkel igyekeznek írtani a vérszívókat. Két technológiát alkalmazunk, egyik a repülőről az úgynevezett ULV eljárással kerül kijuttatásra a szer, a másik pedig a melegkötképzéses földi eljárás, aminek során gyakorlatilag egy teherautó járja végig az utcákat, és egy 5-600 fokra felhevített nem gázolaj, hanem egy ipari olaj, hiszen a gázolaj használata tilos, keverésével mikrocseppenként juttatja ki a területre, a kertekbe, a közterületre a védekezéshez használt anyagot. Ez az anyag egyébként emberre, melegvérű állatokra nem veszélyes, gyakorlatilag ugyanezt a szert használják esetleg más néven az országban szinte mindenhol. A vízállásokban történő lárvaírtás Jászberényben nem kivitelezhető. Ennek nem csak a forrás hiány az oka. A szakemberek szerint a városi zagyvát az erős vízfolyása is alkalmatlanná teszi erre a módszerre, és a halálományra is veszélyes. Várhatóan a héten egy újabb melegködös eljárással kerülő írtás lesz a városban. Itt azért annyit szeretnék elmondani, hogy például a múlt héten is, amikor sokan várták, hogy miért nem lehet repülni, hőségriadóban nem lehetett, nincs repülési engedély, de hát biztos ezt is az érdeklődők már tudták az országos médiákban, a katasztrófavédelem is közölte ezt. Tehát ezért is, ugye, amint vasárnap vége lett a hőségriadónak, hétfőn már ment a repülőgép, és hát folytatni fogjuk. Úgy gondolom, hogy addig folytatjuk, amíg energiánk és anyagi lehetőségeink is engedik. Bízunk abban, hogy most már jön a szárazabb időjárás. Június 20-án Portelken is folytatódott a szúnyoggyérítés. A JVV ZRT megbízásából a Pretox kártevő írtó Kft. Végzett ismételt írtást. Jászberényben és annak vonzás körzetében még körülbelül 3 hétig folytatódik az írtás, a szúnyoglárvák több napos kikelését is szem előtt tartva. A közösség 20 tagjának közel 100 kézi munkával készített dísztárgyát állították ki a Fejér Mária díszítő művészeti szakkör fennállásának 40 éves jubileumi kiállításán a Dériné rendezvényházban. A Fejér Mária népi díszítő művészeti szakkör tagjai mindent megtettek azért, hogy a közösség 4 évtizedes munkájáról a lehető legrészletesebb keresztmetszetet adják az érdeklődők számára. Péntek délután nyílt kiállításukon a keszkenőtől a hétköznapi viseleteken megjelenő népi díszítő motívumokig meg annyi érdekességet találhattak a bemutató látogatói. Kifejezzük hálánkat és a véleményünket, hogy még sok éven keresztül gyönyörködhetünk a munkáinkban. A város önkormányzata nevében dr. Virág Nagy Edit nem csak szavakkal, hanem ajándékosára is megköszönte a szakkör értékőrző munkáját. A bemutatót Gyurkó Miklósné, az 1979-ben létrejött szakkör egyik alapító tagja nyitotta meg. Az út, amit lejárhatni a szakköröseiben, az én ígérő baszló meséget juttatta eszembe. Valamennyien nem ismerjük a mesét. Tudjuk, a mesehős beavatása megtörténik, amikor rászállja magát, felvágy az égidődő asszonyra, megküzd a számára teljesen ismeretlen nehézségekkel, megszerzi az aranyolyástól útjunkot, és leteszi az édesanyja asztalára. A Jászkerület Nonprofit Kft., illetve korábban a Dériné Művelődési Központ mindig is szívén viselte a népi díszítőművészet helyi közösségének tevékenységét. Gáldobos Beát a cégvezető kiemelte, a jövőben is támogatják munkájukat. Egy olyan értéket hordoz és képvisel immáron 40 éve, ami a városnak csak a javára, illetve a gazdagítására válik, és azt gondolom, hogy egy közművelődési intézménynek, így a Jászkerület Nonprofit Kft.-nek kötelessége, hogy mellé álljon, sőt nem az, hogy mellé álljon, nem csak az, hogy mellé álljon, hanem amiben tudja segítse ezeket a közösségeket, ami sajnos a mai világunkban már nagyon ritka. A jubileumi tárlat részeként munkái bemutatásával megemlékeztek Misi Éva Jászberény díszpolgára, a szakkör korábbi vezetője tevékenységéről. Misi Éva jelentős szerepet vállalt abban, hogy a jársági szűcsminták motívumvilága ismét megjelenjen a textíliákon. Ebben társa volt Vasné Sas Katalin népi iparművész. A szakkörvezető életmű kiállítása is része a kiállítás együttesnek. Mint mondta, a szakkört nem csak az értékőrző munka tartja egyben és viszi további már 4 évtizede. Bánatukat, örömüket
gyerekszülő, unokaszületést, tehát mindent megbeszélünk. Ez mondhatom úgy, hogy egy nagy család. És szinte belevarják az örömüket, a bánatukat is a hímzésben, nyugtatja őket, hogyha szomorkásabb napjuk van, akkor leülök kézi munkázni, és mikorra befejezi, vagy egy részét a munkának, akkorra megnyugszik, és elfelejtette a bánatát, és ez nagyon jó. Hozzátette, a szabadidő tartalmas eltöltése mellett a legfontosabb feladatuknak tekintik, hogy megőrizzék és továbbadják a Jászság népi művészetének motívumvilágát. A megnyitó teremtett lehetőséget, hogy az alapító tagoknak, Gyurkó Miklósnénak, Nagy Józsefnének és Vasné Sas Katalinnak, valamint a szakkör aktív tagjainak egy emléklappal köszönjék meg munkájukat. A jubileumi kiállítás megnyitójának ünnepélyességéhez Völgyi Károlyné szavalatával a Jászság népi együttes tagjai, Polgár Nikolett és Bomlász Bence táncbemutatójukkal járultak hozzá. A 4 évtizedes évforduló tiszteletére rendezett kiállítást a Dériné rendezvényház nyitvatartási idejében július 3-áig tekinthetik meg az érdeklődők. Talán ma is azt gondolnánk, hogy a kihalóban lévő mesterségek sorát gyarapítja a fazekasság, pedig ez nem így van. Egyre többen érdeklődnek a kreatív, ősi mesterség és annak termékei iránt, melyet nemrégiben a Jász kerület Nonprofit Kft. Jóvoltából és Jakus Néfarkas Ildikó jászberényi fazekas keze munkájának köszönhetően ismerhetett meg egy csapatnyi nagyboldogos diák. Igen, nagyon sok munkafolyamaton ment keresztül addig, ameddig ide eljutott hozzánk. A fazekasság munkafázisai jelentősen lerövidülnek, ha már a képen látható, igen jó plasztikus agyagtömb a rendelkezésünkre áll. Itt csak némi gyúrás szükséges annak érdekében, hogy könnyen lehessen vele dolgozni. Ez egy drót, és tudom ilyen, tudom kiadagolni. És... drót és néhány faragott minta vagy formaalakító kés. A fazekas korongon kívül ez a népi mesterség nem használ nagyon sok szerszámot, és ami szükséges, az is az egyszerűségre törekszik. Semmi csicsa, semmi fölösleges funkció, csak az szolgálja ki, amire hivatott. Ezt jó erősen ide kell dobni középre. Ez a sokkal inkább stabil, de művész ilyen finom kézügyességet igénylő mesterség összesen ennyi erőszakosságot használ, amikor a leendő miskakancsú nyersanyagát mondjuk úgy istenesen elhelyezi a korongon. Kihinni, hogy a fazekasság alfája és omegája az, hogy a megmunkált tömb tökéletesen középen legyen, különben nem lesz szabó kutyafülesem a fizikának és a centrifugális erőnek köszönhetően. Ezt fél évig gyakorolja, aki a fazekasságot szeretné megtanulni, mesélte Jakusné Farkas Ildikó, aki beleszületett ebbe a mesterségbe. Ez egy nagyon ősi mesterség, és én beleszülettem ebbe a mesterségbe, és nagyon az minden vágyam, hogy továbbadjam, és hogy élő mesterséget mutassunk be a hagyományok megőrzésével, és ennek a szeretetével. Tál, tányér, váza, majd kancsó, és lassan kialakul a miska kancsó egyedi formája. Ezek hasonlóak, de mindegyik azért egy picit más. Ebbe az az érték, hogy minden szabad kézzel készül rajta, és az nem baj, hogy nem egy formák. Majd díszítés, égetés, mász, festés, és kész, mehet a polcra, már ha van rá igény, kereslet. De úgy tűnik, hogy abban manapság nincs hiba. Nagyon nagy az érdeklődés, és tényleg az is, hogy a régi dolgokat. Én ennek nagyon örülök, mert mindig próbáljuk azt, hogy a régi dolgoknak vagy a formáknak a megtartásával ma is használatos edényeket készítsünk, és ezek azok, amik a visszajelzések, hogy nagyon kelendőek és szeretik. Ritka, hogy egy gyermekcsoport síri csöndben csodálkozó tekintettel képes figyelni bármire, pláne aminek semmi köze a mai digitális világhoz. A nagyboldogos gyerekeket mondhatni nem csak lekötötte, de később a közös alkotás fel is villanyozta ahhoz, hogy megértsék az egykori népi mesterség jelentőségét. Azt tetszett, hogy még régen az ősemberek is használták ezt a műfajt. Simán meg tudta csinálni, és én nem vagyok ehhez hivatott, mert egy kicsit furcsa lett az enyém, de ahogy a föld alatt van ez a anyag, ez... Ez lenyűgöző volt, gondolom, hogy elkészült ki. Gondoltátok volna, hogy kézzel és nem gépekkel ilyen dolgot lehet készíteni? Nem, lenyűgöző volt. Igen? Igen, hát elég izgalmas volt, meg az is, hogy többször ki kell égetni
az anyagot. El tudnátok képzelni, hogy iskolai foglalkozás keretében többet foglalkozunk ilyen? Én el tudnám képzelni, mert szerintem ez az nagyon jó dolog, és én azon is gondolkoztam, hogy esetleg fazekas leszek, vagy ilyesmi. A bemutató és az elbeszélések alapján az agyakozásnak van némi felszabadító és megnyugtató hatása. Valahogy a formálandó anyag és az alkotás varázsa alá kerülünk egy egészen másik tudatállapotba. Talán ez lehet az oka, hogy érdekességén és a sikerélményen túl a gyermekek mellett több felnőtt is választja ezt a hagyományőrző mesterséget kreatív és produktív kikapcsolódásnak. Már is kezdődik Fáma című kulturális magazinunk Banka Csaba műsorvezetésével, aki azonnal ismerteti a témát. Szervusz Kitti, köszönöm kérdésed. Mai műsorunkban két témával foglalkozunk. Beszélgetünk az egy hét múlva esedékes Zagyva Parti Fesztivál előkészületeiről és programjairól, valamint összefoglalót láthatnak nézőink a fővárosi Vajdahunyadvárban megnyílt Hamza kiállításról. A Hír 18 után kezdjük műsorunkat. Köszönöm Csaba, érdeklődve várjuk. Most pedig lássuk még egyszer főbb híreinket röviden. Körzetbejárás, játszótér felújítás és ivóvíz hálózat csereigény. Ó, tisztelettel köszöntök mindenkit! Búcsú, elhunyt Török Sándor, Jászfényszaru és Jászapáti egykori polgármestere. Országos szúnyoginvázió, Jászberény bel- és külterületén is nagy erőkkel folyik a vérszívók írtása. Ennyi volt már a Hír 18, köszönöm megtisztelő figyelmüket! Ne felejtsék, új műsorainkat megtekinthetik a jttv.hu-n, illetve Facebook és YouTube csatornáinkon. Minden jót, viszontlátásra! A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.